A Delfino Kreatív Gyermekközpont 2010 óta működik. Egyszerre bölcsőde, óvoda és családi napközi. A felmenőrendszerű magyar-angol nyelvű intézmény kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. 2014-ben is sok újdonsággal teszi színesebbé a csöpségek mindennapjait. Részt vesznek a Madárbarát kert programban. A tervek szerint hamarosan madárodók, itatók, etetők csalogatják az énekes madarakat az udvarba, hogy a gyerekek közelebből is megfigyelhessék őket. Szeretnék elnyerni a Zöld Óvoda címet. Ennek érdekében megbíztak egy falfestőt a lépcsőház kidekorálásával. A színes illusztráció összefoglalja, amit a gyermekeknek érdemes tudni a környezettudatosságról. A gyakorlatban pedig mindezt hasznos tevékenységek is alátámasztják, melyet természetesen a gyermekek bevonásával végeznek. A kertben komposztáló működik, és szelektíven gyűjtik a szemetet. Konkrét felkérés az volt, hogy ők most pályáznak egy Zöld Óvoda címre, és valami olyasmi falat kellett volna festeni ide a lépcsőházba, ami belepasszol a lépcsőházba, és ezeket a téglákat itt beépítem, az üvegtéglákat, valamint a gyerekek tanulnak belőle, kicsit interaktív, és mindenképpen a környezetről szól, és a Zöld Óvoda kritériumairól. Ebbe beletartozik nem csak az, hogy a környezetet védjük, hanem hogy meg is ismerjük a környezetet, tehát a tágabb környezetünket is, például Budapestet, a város nevezetességeit is azért festettem bele. Az interaktivitás egy mágnesfal segítségével valósul meg. Egy speciális glett lehetővé teszi, hogy a gyerekek kis hűtőmágneseket rakosgassanak a falra, mindig az épp megfelelő témában. A felkérés arról is szólt, hogy a vízhez kapcsolódjon valamennyire, tehát a vízkörforgását belefestettem, ebben a napocska van benne, hogy párolog a víz, a felhőkből ugye leesik az eső, szivárvány képződik, tehát ebből a körforgásból már tanulhatnak a gyerekek. Ezek elég egyszerű szimbólumok, ugye felismerhetik őket, meg szeretik a gyerekek nagyon. Aztán kerestem még környezetbarát szimbólumokat, alternatív energiákat, ugye a szélmalom is fel van festve. Elektromos autókat festettem, napenergiát, napkollektort. A városról pedig, ami szintén felismerhető, és itt a 11. kerülethez közeli, ez a Szabadsághíd és a Gellért fürdőt szándékoztam felfesteni, de ugye a fürdők általános jelét festettem fel, valamint a Gellért hegyet. Igen, ez is eléggé jellegzetes budapesti szimbólum. Igyekeztem egészben nézni a vízi és a környezeti életet, tehát a környezet nem csak azt jelenti, ami körülöttem van és amit látok, hanem az egész földünket, vagy az egész világot is akár. Tehát egy folyó belefolyik egy tengerbe, és azt akartam még ezzel hangsúlyozni, hogy valamennyire majd értsék meg, hogy amit ők itt tesznek a környezetünkben, az hat-hat máshová is, amiről ők nem is tudnak. Idén a kottatornás mozgásos foglalkozást felváltotta a fitballtorna. Komoly szerepe van a tartásjavításban, ugyanakkor a gyerekek világához közel álló, igazi, élményszerű mozgásforma. A fitball az voltak éppen egy labdajáték, egy játékos torna ezzel a nagy labdával, amin éppen ülünk, és úgy lehetne leírni, hogy az elsősorban gerincgyógyászati célból van, illetve a különböző tartáshibáknak a kiküszöbölése, tehát végül is egy tartásjavító torna is, ami már elég ismerté vált a fitnessben is, nagyon elterjedt, nagyon szeretik ezt a fajta mozgást, mert elsősorban ugye ízületkímélő, gerincjavító hatása van, és hát teljesen örömteli, hogy egy nagy labdával tudunk tornázni, felnőttnek, gyereknek egyaránt, végül is észrevétlenül nagyon intenzív mozgásformát lehet vele kivitelezni. És mit szóltak hozzá a gyerekek? Hogyan álltak hozzá? Hát nagyon élvezték, már az elején is nem lehetett azt, hogy odaadom a labdát és ráülsz, mert először mindig kellett egy pár perc, amikor ők dobálják, pattogtatják, ráfekszenek, tehát hogy nagyon, nagyon szerették. Ugye a gyerek szempontjából minden érdekes, ami az ő világához közel áll, és ugye egy labda az olyan, mint végül is egy nagy buborék, tehát ez nekik nagyon tetszett, és az, hogy ugyanez, ami az ő kis világukba megtalálható, nagyban leképezve, az még vicces is, hogy végül is egy óriás labdával lehet kidobósozni, vagy azt lehet pattogtatni, tehát nagyon közel állt hozzájuk, és várják, és versengés van érte, hogy kimegy ma fitballra.
része a napi foglalkozásoknak, a napi rendnek, vagy csak néha jutnak hozzá a gyerekek? Ezt abszolút a napi rendbe beépítve végezzük. Mindenki egy héten egyszer részesül ebben a játékos fejlesztésben, délutáni napi rend keretében, a délutáni tevékenységek keretében szoktunk erre sort keríteni, egy 20 perces időtartamban. Mennyire jellemző ez ebben a korban, óvodáskorban, hogy ilyenfajta tevékenységet végeznek a gyerekek, illetve mennyire jellemző, hogy ezt be tudják vinni óvodákba? Ezt óvodákba még annyira nem elterjedten szokták végezni, megbevinni. Nálunk ez megtalálható, de ez egyáltalán nem általános más óvodákban, inkább az általános iskolákban, illetve a felnőtt korosztály körében terjedt ez el, de reméljük, hogy ezzel mi akár úttörői is lehetünk ennek a fitballnak, és egyre több óvodában elterjed majd. Az iskolai előkészítő foglalkozás interaktív táblával zajlik. A gyerekek úgy sajátítanak el ismereteket, hogy közben meg is tapasztalják a tanultakat. A legfontosabb feladat a gyermekek érdeklődését felkelteni a tanulás iránt, megtanítani őket koncentrálni és magabiztosan beszélni. Azoknak az alapvető viselkedési formáknak a fejlesztése a cél, amelyekre az iskolai beilleszkedés során a kicsiknek szükségük lesz. Milyen halmaz állapotú a belső mag? Igen? Sebész? Szilárd. Ez meg tele van vassal. Vassal. És a vas az milyen halmaz állapotú? Szilárd. És azért nem a sütra. Mert miért? Mert a szorz. És hogy hittük azt a szorz? A mai gyerek ugye mindegyik cyber gyerek, tehát ők már valójában úgy születtek, hogy a touch screen az nekik beivódott az elméjükbe, és valójában az interaktív tábla abban segít, hogy látja, hallja, jobban el tudjuk mélyíteni a tudást, tehát nem úgy, mint a régi időben, hogy kivág az óvónő 26 darab kisnyuszikát, és akkor megnézzük, hogy mi az, hogy kisnyuszi. Itt akár fel is tudjuk boncolni vizuálisan, meg tudjuk nézni, hogy néz ki, miből áll össze, milyen részei vannak, hogy működik, mindent. Mondjuk háromra? Egy, kettő, három. Szíj! Jó, na most akkor mi volt ez? Hát irakos. A kézai folyamosok előtálló szobor. Így van. Miért fontos a gyerekeket felkészíteni az iskolára? Mi ez a híd az óvoda és az iskola között? Hát igazából én ezt nem hídnak, hanem egy áthidalhatatlan szakadéknak mondanám. A mai oktatási rendszerben ugye az óvónő az kezdeményez, tehát így működik ez. Az iskolában viszont olyan követelmény van, ami egy olyan gyereknek, aki nincs leterhelve valójában az óvodában, egyszerűen nem tudja megugrani ezt a lépést. És mi felkészítjük a gyerekeket, igazából úgy készítettük el a tantervünket, mint az iskolában, tehát van olyan tantárgyunk, hogy matematika, olvasás, írás előkészítő, tehát itt a gyermekeket én nem írni szeretném megtanítani, hanem igazából a tanulás iránti vágy, ez a legfontosabb. A másik fontos cím, amire a gyermekközpont folyamatosan törekszik, a Mosolygós Intézmény címe. Minden reggel vidám zeneszó fogadja a gyerekeket, amikor belépnek az ajtón, és egy mosolygós arc a csoportszoba küszöbénél, hogy könnyebb legyen a szülőktől való elválás. Az, hogy mosolyogjunk, és így várjuk a gyerekeket nap, mint nap, mert nap, mint nap a szülőktől ők elválnak. Tehát valamiképpen traumaként élik ezt az elválást meg, és ha csak rájuk mosolygunk egy kicsit, akkor már is önbizalmat adunk nekik, egy kicsit oldjuk a feszültségeket, és szerintem akkor sokkal könnyebben el is válnak a szülőktől. Fontos, hogy a szülők is nyugodtak lehessenek, és biztonságban tudják csemetéiket, megbízzanak a gyermekközpont dolgozóinak szakértelmében. Mi valahol ezt sugározzuk, hogy egy kicsit a békeszigete legyen, egy kicsit nyugalom legyen, egy kicsit biztonságban érezzék magukat, azáltal, hogy a gyerekük jó kezekben van, tehát hogy bízzanak bennünk, tehát ők is, hogy valahogy ne azt nézzék, és ne azt keressék, hogy itt hogy működik, hogy árgus szemekkel, górcső alá, hogy ugyan jól dolgoznak-e, hanem igazából
valami módon feltétel nélkül bízzanak bennünk, mert ez nekik is jó, meg a gyereknek is, mert amikor elválnak, ha a gyerek bízik bennünk, akkor nekik is jobb a munkájuk, mert látják, hogy nem is sírnak a gyerekek. Tehát jó érzéssel töltik el a napjaikat. A recepciónál minden nap egy pozitív napindító gondolat várja a szülőket és a dolgozókat is. Azt tapasztaltam, hogy mivel a rohanó világban élünk nap mint nap, tehát jövünk, dolgozunk, közlekedünk, vásárolunk, és egy picikét úgy megakasztja az embert, és azt mondja, elgondolkodik ezeken az idézeteken, amit jelent, és akkor kicsit úgy át is értékelődik benne ez a gondolat. És szerintem ezek az idézetek egy kicsit úgy lelassítják, ahogy én gondolom, és egy kicsit másképp tekintenek a mindennapi problémájukra, vagy akár a gondjaikra. És amikor ezt úgy elolvassa az ember, akkor azt mondja, hogy hát igen, érdemes a szépet, a jót, a másikba a kellemeset észrevenni, és ez nagyon fontos. A Delfino komoly figyelmet szentel a tehetségfejlesztésnek. Van olyan óvodásuk, aki a Művészeti Akadémia gyermekcsoportjába jár. Számos rajzpályázat résztvevői voltak már is büszkék az elért eredményeikre. Bár már a megnőtt az igény a gyermekközpont iránt, a családias hangulatból mit sem veszített az intézmény. Legyen szó akár sportról, zenéről vagy művészetről, minden tehetséges gyerekre egyénileg figyelnek.